Hát, srácok, tűrtőztet nem kell magam. Mert hogy most már nyomhatnám a Hogwarts Legacy-val is. De helyette vicserezünk. Ez már a 26. Witcher 3 stream mióta kint van a Next Gen Update. És legutóbb gwinteztünk sokat. Meg mellette egy-két mellékküldetést is csináltunk. És most is gwintezni fogunk, de nem olyan sokat. De mellékküldetésből nem lesz hiány. Ugyanis még mindig a novigrádi területen vagyunk. És mind Novigrádban, mind Novigrád környékén várnak ránk a mellékküldetések. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, and cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Tetszett ez a danolászás. Na. Megbízásokkal nem tudunk haladni, sajnos, mert az egy nagyon nehéz küldetés. Bár azóta már lehet, hogy meg tudnám csinálni, szóval lehet, hogy meg tudnám ölni azt a pókot. Igazából adhatunk neki egy esélyt. 22-es vagyok, 33-as a küldi. Lehet, hogy sikerülne. Igazából ilyen lehetetlen küldetést megnézhetünk, mit szóltok. És akkor legalább a megbízások. Azt tudnám mondani, hogy az összes megbízással most már meg vagyunk, srácok, ezen a területen. Úgyhogy talán amiatt adunk neki egy esélyt. Meg hát azért menő lesz azt mondani, hogy a 22-es szinten a 33-as ellenfelet sikerül legyőzni. Ignivel easy lesz? Hát megnézzük majd. Bevetünk mindent. Ha jól tudsz dodzsolni, levelsz bármit. Az a gond, hogy one-shotolt engem a pók. És értelmetlennek láttam, hogy ezt így tovább toljam. Most annyi változott, hogy ugye ki van rakva az, hogy a griff páncélzatunk miatt gyorsabb az állóképessége regenerációnk, tehát sokkal többször tudjuk magunkra tenni a pajzsot. Sokkal több jelet tudunk letenni. Ja, ezt próbáltuk is, tag, igen. Gyerünk, eszeg! A pók az egyik, mármint hogy ez a pók, vagy általánosságban a pókokat nem szereted, is tudom. Elvesztettük a GPS-t. Elvesztettük a jelet. Remélem azért valami lekalauzol minket a föld alá. Uh,
Köszi. Köszi. Köszi szépen, játék. Hát mit tudom én, ott lehet bemenni, azt hiszem. Oké. Okay. Akkor nem. Akkor nem. Akkor lehet, hogy még lejjebb. Ja nem, ott. Ott. GPS-ünk egy kicsit megzavarodott, srácok. Kis Miku, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 67. A 67 hónapot méghozzá töretlenül. Wow! Köszi szépen. És köszi szépen a pergetést, srácok. A Jenny of the Woods-nál ott... ott valami szellem ellen kell harcolni. És ha jól emlékszem, az nekem azért volt könnyű, mert már akkor is ezt az irdenes buildet nyomtam. Szia, Jackie! Szevasztok, srácok! Peregjenek, srácok, a szvegák, kis Mikunak. Megbízás az eltűnt fivér. Bár Geráltnak akad bőven más miatt aggódnia, nem felejtett el, mi a szakmája, ami, hadd emlékeztesselek titeket, a szörnyölés. Míg szakmája gyakorlására törekedett, útjába akadt egy kontraktus, amely összességében vonzó összeget kínált, a cserébe felkutat egy bizonyos eltűnt szemét. Igaz, hogy szörnyeket nem említett, de Gerált éppen elég hasonló esetet látott már ahhoz, hogy gyanítsa, itt is felbukkanhat egy, mellesleg pedig, ha arról van szó, a pénz az pénz. Valahol úszni kell. Valahol bizony úszni kell. Kérdés, hogy hol kell, mert én már nem emlékszem. Hát nem itt. Mondjuk látni se látok nagyon semmit. Azt mondod, Geralt, valaki felébredt? Tehát itt le kell mennünk a víz alá. Oké, megvan. Megvan, hogy hol kell lemenni. Nyomunk egy gyors mentést. Hoppá, a cseten nyomtam F-ötöt. Plusz piros kardok. Srácok, olyan, mint hogyha ilyen kardfétisetek lenne. Na. Ezt itt elnyomtuk. Amit szeretnék még az, hogy megígyam ezt a két főzetet. Hát, Jackie, ez egy nagyon szuper játék is, bizony. Köszi szépen a 27 hónapot. Pergessétek, srácok, a szvegeket, Jackie-nek is. Na.
Na nézzük. Egy facipő. Egy cipő facipőmester jelzésével. Ennyi maradt a holttestből. Igen, itt a szívás az lesz, hogy belehúzza. A szemétje. Ja, hát igen. Hát így már pláne rip. Ez sajnos így halál. Ja. Na. Tehát nem szabad, hogy eltaláljon és alá tegyük ezt a cuccot. Jó, akkor meg kell néznünk, hogy más taktika hatásos ellenem. Rajtam volt a shield, és úgyis mérgezett, ha minden igaz. No. Jó, meghaltak a picik. Mi volt ez a kamera nézet? Jó, elvédi a pajzs. Most jól megy. Most csak nem szabad, hogy eltaláljon. Tessék. Need a trophy from Nichols' brother. Proof of what happened. Ha így sem ment volna, akkor az Ignit hoztam volna amúgy a végén.
Hát nem nagyon használok kardot, ja, mert ez egy varázsló build. Meg ugye ennek ugye az volt a... Tehát itt az volt a szívás, hogy ugye nyomta a mérgezést. Azt meg nem tudtam volna sehogy se levédeni. A pajzs nagyon, nagyon kaptam. Ez dobja a savat? Nem, nem figyeltem, srácok. A shield hamar lejár. Pedig próbáltam használni a shieldet. De ezek szerint nem eléggé. Na. Tehát az egyik ilyen ládában vasérc volt, na végre. Valami versenynyerget kaptunk. Ami gondolom csak jó lett, hiszen 33-as helyre jöttünk ide. Na de 22-esen meglett a 33-as küldetés, azért... Azért ez nagyon szuper. Ez nagyon szuper. Innen jöttünk. És hogyha egyszer a quest azt mondja, hogy arra menjünk, hát menjünk arra. Ja, tudom már miért jöttünk innen. Az a másik irány. Az a másik irány. Innen jöttünk. Feljöttünk és jobbra mentünk, most meg balra mentünk, tehát jók vagyunk. Az körbe visz minket a másik irány. Sajnos ilyen sötét van, mert macskát nem fogok tudni nyomni a párlatok miatt. Az viszont meglepett, hogy a GPS az nem segített nekünk egyáltalán. Az fura volt. Kicsit arrébb megyek. És akkor mindjárt hívom Kesszeget, csak nem akarom, hogy a... oda spónoljon. Az enemire. Mármint, hogy a barlangba. Na hát, egyszer is meg vagyunk, de szuper. Megbízás az eltűnt fívér. Ennek a kocsmának azt hiszem, hogy van hátsó bejárata. Aha. Az öcséd halott. I have bad news. And Eric has killed your brother. If it's any comfort, I have any... Egy arakász megölte az öcsédet. Mondom én, Mikelnek, miért akarsz annyit segíteni idegeneknek? Maradj a seggeden, mert ebből baj lesz.
Sit your arse down, or there'll be misfortune. Well, what you nem volt még elég mások bal szerencséjéből? No. Inkább a kását szeretem szaftal, mint mindenki más. Fizes ki és veszek magamnak. Fizettem volna, élve visszahozott Mikkelt. Na, három opció van. Van az életemet kockáztattam. Azzal kapunk 200 XP-t és 84 goldot. Ha azt mondom neki, hogy nem fogok könyörögni, az 300 XP. És ha használom az Axit, ami minden beszélgetésben a legjobb opció, akkor azért kapunk 40-et alapból, mert ugye Axit használunk, illetve 200-at is, 200 XP-t és 210 pénzt. Tehát ez éri meg a legjobban. I'm due a reward. Give me some coin. A reward. Oj. Így van, mindig az Axit kell használni. Bam! Száznyolcan, ugye, mert utolsó előtti nehézségen vagyunk. És hámuszat kaptunk. Hát akkor ez több, mint amit itt írtak. A 2-10 helyett hámuszat kaptunk. Jó, királyság. Hámusz, így van. Ebből amúgy az ujjaival jelnyelven mutogatja, hogy Axi. Ja, hogy azt konkrétan úgy mondjál, hogy Axi. Ezt nem tudtam amúgy. De durva. Nem tudtam, hogy ennek ahhoz van köze. Na. Elvileg van még egy küldetésünk velemben, úgyhogy ha már itt járunk, akkor azt jó lenne megcsinálni. Méghozzá egy kincsvadász küldetés. De ahogy látom, azt nem találtuk meg. Ugye megnézem, hogy azt hogy lehetne amúgy felvenni. Ez a macska iskola felszerelés fejlesztési tervrajzok harmadik része. Amúgy a Grandmaster Witcher Armor az úgy néz ki, hogy ilyen csukjás Witcherünk lesz. Wow. Amúgy elég jól néz ki. Most van neked valami axi képességbe szotolva, vagy elég csak pontokat ráadozni? Van, aha. Nekem egyetlen egy axi van berakva. Azaz a The Illusion. Ez. És ezt ide raktam be. Jó. Ne, az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hol. Ha valakinek van ötlete, hogy hol vehetjük fel azt a questet, a Cat School Part 3-at, azt amúgy megnézném. Egy pillanat. Megpróbálják puskázni az internetről. Superior Armor. Na. Azt nem tudom, hogy ezzel amúgy a srác hol harcol. Úristen, tehát Úristen mellett harcol. És akkor egy helyen van minden. Akkor lehet, hogy ez a... Hát én nem emlékszem, hogy harcoltam volna földelementállal.
Tehát Úristen kell keresni. Úristen. Úristen pedig ott van. És elvileg ott vannak a visel felszerelések. Superior. Hát nem tudom. Lehet amúgy, hogy akkor megcsináltuk ezt a küldetést, csak nem tudok róla. Mindjárt megnézem. Én valamihez kincses térképet se találtam, úgy kellett puskáznom, lehetem hol van a receptje. Én mindenkitől megveszem a kincses térképet. Akivel csak találkozom. Úristen. Hát igen, az a neve ennek, hogy Ursten. Ersten. Gondolom. Tényleg amúgy nem néztük meg a Top Notch The Swords oscsávót. De anélkül nem fejezhetem be a streamet, úgyhogy mindenféleképpen szóljatok rám. Hallod? Hát ez valami vicc. Ez egy vicc, srácok! Elvileg az emberek, akiket magunk mellé állítunk, amit ugye hosszan kell kasztolni, az ott erősítették az embereket, mármint akiket magunk mellé állítunk. De még így sem az igazi. Állítólag. Na. Megérte ide bejönni. Go, go. Egy pillanat, srácok, meg kell néznem itt a videót. Superior Legendary Felin Armor. Igen, ott vagyunk. Ott egy neckerrel harcol. Igen, ezt már kitisztítottuk, ezt a helyet. Meg is lett a kard. És akkor elvileg éjszakon is van valami. De az még ott nincs meg. Na várjunk. A superior az melyik lehet? Superior armor. Az enhanced után van, tehát akkor. Jaj. Tehát. Acélmacska kard hatékonyabb. Igen. És akkor az acélmacska kardból kéne még egy, de az nincs meg. Tehát nincs meg az acélkard. Hát igen, elég nagy bét, hogy a játék eleje óta csábít a set bónuszokkal, közben meg csak játék végén tudod használni. Ja, mert ugye ez DLC-vel jött be, szóval ez csak azoknak csábítás, akik a DLC megjelenése után kezdtek el játszani. Hatékonyabb macska csizma. Ez akkor a remek mívű lenne amúgy? Gondolom igen. Ja, hát úgy néz ki, hogy csizmából sincs meg. Kiválót? Az lenne a superior? Lehet amúgy. Kiváló, aha. Hatékonyabb macska nadrág. Nincs se nadrágunk. Egyedül a nyíl puskánk van meg. Az meg nem is ide tartozik, hanem az alapmacska szethez.
Tehát akkor semmi nincs meg, ezek szerint. Nincs. Egy darab nincs meg. Oké. Okay. Jó. Akkor nézzük meg azt, hogy ez itt mi akar lenni. Macska iskola felszerelés fejlesztési tervez. Első rész. És ott a negyedik rész az már Skellige-re visz át. Acél kard, páncél, aha, és ezüst kard. 34-es a quest. Hát akkor ezt gondolom a... Hogy is hívják azt a szintet? Elfelejtettem. De lehet, hogy hamarabb kijavítotok, mint hogy én megtalálom. Nem a kiváló. Remek mívű. Tehát akkor ez már a remek mívű lesz a 34-es quest. Jó. Jó, csináljuk akkor ezt a küldit. Ezüst kard, fejlesztési tervrajz, ez kell nekünk. Wow. Köszi szépen amúgy a helpet, srácok. Menet közben amúgy azt láthatnátok ott jobb oldalt, hogy a Hogwarts Legacy befejezte a letöltést. Ez valami izé volt, e-sportoló NPC. Azt láttátok? Lehet, hogy majd én is fogok használni modot, hogy velünk együtt szkéleljen a gír. De az már nagyon olyan mod, ami így nagyon, az már elég durván ráhatással van a gameplay-re. Úgyhogy próbáltam megtalálni az egyensúlyt. Majd megnézzük, Predrog. Nem fogok elkezdeni játszani a Hogwarts Legacy-val. Hogwarts Legacy-val. Thousand Flowers and Valley of Flowers, ezt cuccok meg vannak. Ez nem tudom micsoda. Szóval nem fogunk elkezdeni játszani vele, mármint hogy a kampányt, csak elindítjuk a játékot. Megnézzük a beállításokat, ja. Nyomunk egy benchmarkot. Amit extraként kapunk, azt megkaptam, azt Yennefernek a ládájából. Ja, 7-es szintű az egyik set, a másik meg 11-es. Ne. Bíztam egy nőben, egyszer, régen. A fél karomat adtam volna érte. Ha rákol, kiköp. Mi történt? Odalott egy kibaszott karom az. Oké. Okay. Na nézzük, mi a trükk?
Aha. Szegény városlakó. Most még szegényebb lesz, srácok. Ja, de megvannak azok a gírek, használtam mindkettőt. Hatékonyabb ezüst macskakard. Csak a rendrakás, csak a rendrakás. Az életben vállalnod kell a kockázatot, és ügyelned, hogy mi? Nem láttam a végét a mondatnak. Láttam-e erre helyes lányokat, azt kérdezik. Eternal Fire, guide us. Na. Másodlagos küldik. Azt mondja, hogy meg kell keresnünk a páncélfejlesztési tervrajzot, meg az acélkardot. Amúgy itt van. Hát ezt a küldetést kerestem, srácok. Ez volt az, amit kerestem. Macska, iskola, ruhák 1, azt csináltuk meg most. Igen. És akkor most kell nekünk, amit csinálni fogunk, ez a macska iskola felszerelés fejlesztési tervrajzok 3. Hú, jó hosszú nevem. Na és azért kerestem ezt, mert az egyik az ide visz minket, míg a másik az itt van fent. Úgyhogy elmegyünk oda. Meg akkor már megnézhetnénk a top notch swordot, és nézzük. Vora Alexander közben azt kérdezte, hogy olyan kérdésem lenne, tudom nem ide tartozik, de csak a streamereknek kiosztott extrás kulcs az, amit ma elő lehet tölteni? Én úgy tudom, hogy igen. Mármint, hogy a PC-seknek igen. A többiek azok már elő tudták tölteni korábban is. Xboxosok, PS-esek. Top-notch swords. Jaj. Show me what you have in stock. Igen, igen, holnap este. Nem tudom, hogy elő lehet-e tölteni majd a Steam-es verziót. Ez egy jó kérdés, de játszani valószínűleg este 6-tól. 5-6-tól lehet majd. Ugye, mert akkor élesednek a Steam-es gémek. Lehet venni egy ezüst Witcher kardot és egy acél Witcher kardot. És mit kell amúgy erről tudni? Nincs mit, Alexander. Mit kell erről tudni? Mit mondtál, Turin? Valamit mondtál erről. Azt mondja, hogy kipróbáltam-e az új kardokat? Nem próbáltam ki. Az eredeti trailer kardok? Drága. Hát ez drága mulatság. Hetvenes nyeregtáska. Mondja a milliómos, hogy hát ez drága. Ez drága nagyon. Nem úgy megy az. Így van. A deluxosok azok évféltől már csapathatják konzolon.
A plebejus PC-sek meg csak holnap este. Ha jól tudom, itt ilyen időzónás dolgok vannak, mert még a konzolon megengedik, hogy saját időzónádban éjféltől tudhass játszani, addig Steamen nincs ilyen időzónás hülyeség, hanem mindenkinek egyszerre válik elérhetővé. Mármint hülyeség. Ezt az inget megint eladjuk, azt vehetünk majd 200-ért. Újat. Azt a nadrágot nem kellett volna, mondjuk kell a fenének. Ilyen szép ruhákat minek gyűjtögessek? Jó, most már amúgy egy fegyver árát behúztuk rajta. Úgyhogy igazából nem kéne ezen spórolni, legalább meg tudom nektek mutatni az új kardokat, úgyhogy let's go. Tessék, a nagyobb jóért. So long. Ha megveszem a kardokat, akkor már nem mondja, hogy top notch swords. Akkor nem kellett volna. Na, itt vannak a kardok. Az ezüst kard is. Szerintem ők se gondolták át. Mondjuk én sem. Ez a durva, hogy ilyenkor semmi jutalom nincs. Ja, hogy csak kiütjük őket ilyenkor? Ja, nincs loot. Úgyhogy... Belőlük nem kapunk semmit. Szerencsét, hogy nerfelték az őröket. Miért ennél keményebbek voltak? Sokan. Persze, csak becsmérelni akarjátok, hogy milyen jó vagyok. Amúgy olyanok voltak elvileg, mintha minden egyes őr Isten küldöttje lett volna. Mondjuk érthető. Mindjárt belehalok a szegénységbe.
Hát én meg tudom érteni, azt azért csinálták, hogy ne vegyed elő a kardodat a városban, most meg Geralt előveszi a kardját a városban, az gyakorlatilag kiirtja a fél sereget. De rám is szóltak, hogy viselkedjek. Esküszöm, ki kell, hogy próbáljam azt a lovaglós modot, mert ez így alapból nagyon béna. És a mod megváltoztatja azt, hogy hogyan kell lovagolni, tehát úgy kell, hogy gyakorlatilag így megpöckölöd a balanalógot, és akkor azzal mondod azt keszegnek, hogy vágtasson. Máshogy fog működni a lovaglás. Már nem emlékszem pontosan, hogy hogyan, de teljesen átalakul. Nem lesz, tehát hogy nem lesz könnyebb lovagolni keszeggel, igazából csak az, hogy hogyan használjuk keszeget, az lesz másabb. Hogy megnézte azt a macska jelet? De például van olyan mod is, amivel keszeg nem veszi figyelembe az akadályokat, például. Itt egy elementál lesz, vagy egy gólem, vagy mi a manó. Ezt idén csináltuk az előző végig játszásban. Srácok, beakadt! Az egyet, hogy beakadt. Mondjuk lootot se dobott. Igen, pont ezt kerestem. Ja, amúgy lehet, hogy majd nézek olyan modot, hogy mit tudom én, hogyha meg akarom ezt gyújtani, akkor ezt ne az Interactal csinálja, hanem az, mit tudom én, valahogy máshogy. Kiváló acél macska kard. Itt egy kérdőjel fölöttünk. Azért van kérdőjel fölöttünk. Van itt valami, hol is van a varázstárgy, amit Keira adott? Medve zsír. Alkimista feljegyzései. Az is érdekes, hogy amúgy ezt a tárgyat melléküldiből kapod. Ja, szóval, ha nem csinálod meg, akkor csomó dologhoz nem férsz hozzá. Chesternek egy feladata volt. Egy. Hogy írja fel a gólem létrehozásához szükséges varázsigéket a szalagokra, és mit tett? Ezt is eltolta az Isten Barma. Az eredmény pedig, hogy most őrszem helyett egy gyilkos járkál a laboratóriumunkban. Amikor rákérdeztem, kétszer is ellenőrizted a varázségéket? Ó, igen, bizony, uram. Biztos? Biztos, mint a halál, ugye? De az eredmény mást mutat. Arra gondolok, ha valamelyik tanítványommal is csinálhattam volna ehelyett az
imbecilis helyet. Elbarikádoztuk magunkat, de el fog kapni. Csak időkérdése. Legalább az utolsó perceim szörnyűségeit tompítatom egy kis fisztekkel. Kiváló minőség a maga nemében. Jó kis pénzt kaszálhattunk volna rajta. Ha Jester nem teljesen idióta, és valószínűleg írástudatlan. Hát, azt hiszem amúgy sem volt már sok évem hátra. És jobb egy nagy durranással távozni, mint lassan haldokolni egy isvotályban. Szóval azt hiszem most... Vafel, kegyetlen világ! Gratula Marci a Ragnarök plathoz. Én akkor akarok majd legközelebb Ragnarökezni, hogyha ahhoz is majd elkészül a szinkron. Hát nyilván arra azért várni kell. Látjátok? Oda van rajzolva egy árd. Kiváló villámfőzet. Ott van a jel. Fú, nagyon kíváncsi vagyok amúgy, srácok. Vannak ilyen, egy csomó, hát mondjuk nem egy csomó, de egy csomó ilyen, olyan easter egg van a játékban, amivel még nem találkoztunk, és ami például olyan, ami utal a Cyberpunkra is. Azokat is már alig várom, hogy megmutogassam nektek. Hú, ez amúgy mennyire jól néz már ki. Ahogy így kinézel a barlangba. Ahogy így a víz... tükröződik. Igen, hagyott nekünk is egy kis fiszteken. Tippen nem kéne ilyen rúnakő lesz. Fölötte. A place of power. Nem place of power. Na gyere, arra kász. Szereted a tüzet? Gyere, gyere! Azért még... ez még így is kemény volt. Nem egy bossról beszélünk. Hát mennyi nyerget találunk, srácok? Azt még megnézhetjük. Szia, Sinquest. Igen, ez az jeles build, ez nagyon jó, és hát ez olyan jeles build, hogy nem az Ignire megy rá. Az Igni az gyakorlatilag a legdurvább. Az Ignis build a legdurvább a játékban. Tehát, hogy van ennél durvább. A kardozásra mentem rá, és igen, durván napítanak.
A kardozás a legdurvább, mert ott nincs az, hogy mi mire érzékeny. Macska, az mit is csinál a macska szed? Gyere! Ez egy vízibanya. Nem, ez egy mocsári bula. Na gyere ide, te bula! Még egy kérdőjelet eltüntettünk. Megint beremegett a kontrollerem. Nem tudom, mi az, ami ilyen remegést csinál. Arra kíváncsi vagyok amúgy, hogy Kesze kapott-e újabb nyereget, ami jó neki. Nem. De durva. Na. Nekünk a világtérkép kell. És akkor... ott egy kérdőjel. Az az utolsó kérdőjelünk? Gyors kérdés. A remegés nem a medált jelzés, akkor nem... De! Csak nincs semmi a közelben, ami miatt rezeketne. Azt nem értem. Egy gyors kérdés, srácok. Szakértő vicseresekhez. Én nem emlékszem. Ez a hirdetőtábla itt már DLC-s hirdetőtábla? Vagy nyugodtan elmehetek ide és nem kezdek semmi DLC-ben? Nem emlékszem. Majd látom, oda küldene minket a DLC. Mert az lenne logikus, hogy azt ott meglátogassuk és elolvassuk ott a dolgokat. És akkor marad. Megnézzük. A map felső része az DLC. Hát akkor már ez is az. Aha, jó, akkor ezt hagyjuk. Ja, ez a rész, ez itt már DLC, ez a rész. Sőt, ahol már itt voltam, ez is az volt. Talán valahogy ez. Itt egy vonal, és akkor az ott DLC. Jó, akkor ezt még megnézzük. Igen, meg abból is rájöhetsz, hogy nem a szintednek felel meg. Ja, csak egyáltalán nem is akarok oda menni, mert még nem akarok a DLC-s dolgokkal foglalkozni. Hát... igen, tudom, hogy tettem egy kivételt, és valami vénséges lesit megöltünk, ami ugye DLC-s, de legalább meglett a jó kis főzetem. Hát lehet, hogy nincsen DLC-s megbízás, csak a hirdető tábla az. Istenem. Köszi szépen amúgy, srácok, a választ.
táncoló szélmalom. Aha, banditák. Hát most mondanám azt, hogy megérte. De nem, nem így van. Azért érte meg, mert most már nincs itt kérdőjel. Jó. Hát most úristen, fele kell menni. Az a helyzet, srácok. Irány úristen. És van egy ilyen kincsvadászatunk. Az. És az levisz majd minket oda. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni. Ezek a kincsvadászatok nem túl izgalmasak. De legalább ezekkel megleszünk akkor. Itt mentett egyet a játék, de fura. Hát mindegy is tudom. Most nem egy izé, nem egy challenge megy majd tönkre emiatt. De persze megnézhetjük. Ha végeztünk mindennel, akkor majd megnézhetjük azt a részt. Összedől a világ, akkor már azt fogják mondani, de hát Ihanter nem is nézett meg mindent. Átveri a nézőit. Sose 100%, hát a 100% sajnos már ott elbuktam a 100%-ot, hogy ugye a másik angyalfit, hát nem a Jancsit, hanem a Sárát, azt hiszem úgy hívják, hogy a Sárát azt elkergettem. Ha nem kergetem el Sárát, akkor plusz egy küldetés. Amúgy azzal annyit lehet csinálni, hogy konzolba meg lehet bütykölni a dolgokat. De azt nem akarom. Ha kétszer gyorsan lenyomod és gyorsan tartod az X-et, akkor nem fogy a lóálló képessége. Nálam fogy. Kétszer gyorsan lenyomom és gyorsan tart. Milyen az a gyorsan tartod? Az a nyomva tarton? Én azt csinálom amúgy, és nálam fogy az álló képessége, Nándor. De akkor lehet, hogy nem jól csinálom. Csak az úton nem fogy. Ja. Köszi az infót. Én ezt megmondom őszintén, nem is figyeltem. Ahova mi vegyünk, ott nincs szükség utakra. Mi nem élünk ilyenekkel. Utak. Szerintetek ki fog tudni sétálni, Geralt? Menni fog neki? Ez egy nagyon nehéz feladat. Sikerült. Jó.
Egy jó kis mocsalá. Hoppá, ez nem az a gomb volt, amit kerestünk. Igen, sejtettem, hogy valahonnan ismerős, de nem mondtam meg, nem mondtam volna meg istok, hogy honnan ismerős. Azért csak félig visszajövőbe utalás, mert a kappa nem volt ott. Gondolom. Azt nem mondták hozzá. A szokásos ládából szed fel az árut, ha időben eljutatod az átadó helyre, megkapod a teljes összeget, amiben megegyeztünk. Ha nem késel többet egy hétnél, megkapod a summa felét. Ha több mint egy hetet késel, halott vagy, Hugo. Nem akarok szemtanúkat, ha valaki észrevenne, előbb öld meg magad, aztán kérdezz. A roncsok partja. Egy napon Geralt különös levélre tett szert. Egy gyors pillantás is elég volt rá, hogy tudjam, valamilyen lenyűgöző rejtély kulcsa lehet. Na nézzük csak. A roncsok partja. Pillanat. Nem sok 13-as küldi van. Ó, látom, látom, megvan. Az a neve angolul, hogy Coast of Wrecks. Jó, igazából semmi extra nincs ennél a küldinél. Ez is egy olyan küldi, ami bármikor megcsinálható. Erre voltam kíváncsi. Na, mindjárt iszunk valamit. Wow. Akkor jó. Azt hittem, hogy a víz alatt vannak. Ja, és ez egy robbanós hordó. Aj, Istenem. Ennyi. Ez a quest, ez ennyi volt. Már meg is vagyunk. Na és akkor megyünk vissza macska, macska, macska. Szevasz Bazsi, szevasztok. Szia. Salszeit. Ja, igazából csak azon lepődtem meg, hogy nincs, nem frissül a quest, de valószínűleg amúgy a kincskeresősöknél amúgy se szokott.
Nekem ez a küldi annó bágos volt, nem voltak ládák. Nem biztos, hogy erre a küldire gondolsz, Litakár. Bár hogyha tisztán emlékszel, hogy ez az, akkor okés. Nekem egy Skellige-i küldetés volt, ami a bimbágos volt. Skellige... Hát nem fogom tudni megmutatni, mert már nem emlékszem. Hogy hol volt az pontosan. De valami kis szigetem volt. Valami kis random szigetem volt. És nagyon morcos volt, hogy bágosra küldi. És amúgy valószínűleg azért volt bágos, mert van egy quest, sőt több is a játék vége felé, az alapjáték vége felé, ami nagyon sok questet így lezár, és gondolom azt is lezárta valahogy véletlenül. Emlékeztek arra? Ez volt az? Ja, jó. Én nekem Skellige-i mármint hogy nálam szerencsére ez nem volt bugos. Na várjunk. Ja, ez nem is baj, hogy itt vagyunk. Nem is baj, hogy... mit akartam mondani? Igen, szóval hogy ez nálam nem volt bugos az előző végigjátszás alatt. Szerencsére. Azt szétrobbantottuk. Wow! Na gyere! Nem ezt a gombot kerestem. Na nézzük! E, hogy itt voltál akkor? Elvileg a konzolból egy csomó ilyen bugot megoldhatsz magadnak, persze hát az élmény az nyilván nem ugyanaz lesz, itt akár. Egy éhín. Milyen gyorsan leesett rólam a pajzs. Még mindig itt van, olyan sunyik ezek a mérgek. Jó, most már nincs itt. Szörny ruha. Na. Most már viszont mehetünk tovább. Jelenleg az összes kérdőjel, ami jelenleg van, azt megtaláltuk. Ezt ugye nem lehet megcsinálni. Még. Csak később. Játék későbbi szakaszánál. Úgyhogy tök jó. Tök jól állunk a kérdőjelekkel. Örülök neki, hogy majdnem az összes megvan. Skellige-nél az egyik Witcher iskolás holmit nem tudtam felszedni. Valahol a hely tetején van egy barlangba, ott se volt láda. De durva, nekem ilyen nem volt. Nekem ilyen nem volt. Megint rezgettem úgy a kontrollerem. Így a csaták után rezeg a kontroller valamiért. Furi. Azt nézem, hogy le tudunk jönni valameddig a hajóval. Nekem csak egy kincskeresős volt. Egy ilyen klasszik kincskeresős küldi volt bugos. Szia, Kata! Üdv mindenkinek! Hali, hali! Azt hiszem, amúgy eddig jöttünk.
Engedd már el a rutat, Geralt. What? Most konkrétan nem tolat, Keszeg. That's it, Roach. Ott valamit nagyon elszúrtak a deszkákkal. Még a megjelenés pillanatában nyomtad? Most nem tudom amúgy mit vállaltam ezzel. Azt ez a hülyeség volt, bár nem tudom, hogy hol vagyok. Ja! És ott nem tudtunk tovább menni. Ja! Én 16-ban nyomtam, amikor a... mielőtt még megjelent volna az utcsó DLC. Ja, sajnos vannak hidak, ahol meg elkeszeg. Ez Next Gen Update óta ilyen. Awesome. Emlékszem, hogy annó elakadtam volna hidakba. Ja, régebben is ilyen volt? Akkor lehet, hogy csak nem tűnt fel, vagy nem tudom. Ja, hát azért nem tűnt fel, mert annó szét fast travel-öztem magam. Tehát ahova csak lehetett, fast travel-lel mentem. Most meg kb. Nem is használunk fast travel-t. Oké, hagyta a játék, hogy megvakarjam az orromat. Általában, amikor elveszem a kezem a kontrolláról, akkor mindig csinál valami olyat keszek, hogy így neki megy a falnak, vagy mit tudom én, ilyen hülyeségeket. Köszi szépen egyébként a stamina nem használó futásos tippet. Az komoly. Talán jó lenne itt körülnézni. Tehát én ezt láttam amúgy a videóban, hogy itt ugrál a srác, az valahol itt megtalálja a kincseket valamelyik sarokban. Na, ezt kerestük amúgy, igen, ezeket a kiváló cuccokat. Azt lehet tudni, hogy ebben a végig egyszerűen hány órát raksz belőle összesen? Mármint, hogy most mennyi van benne? Ja, azt lehet tudni. Hol az egerem?
Na. Azt mondja, hogy a review-t 144 órán elírtuk, és most járunk 230-nál, tehát 90 órán van nagyjából. Ebben a végigjátszásnál. Mint a végigjátszásban. 90 óra, úgyhogy most járunk. Keszeg! Keszeg! 90 órán van most úgy benne, hogy 35%-nál jár a játék. Igen, a karakter oldalán is mutatja? Igen. Ez a felszerelés. Na hát úgy csak 77 óra. És mi van a 90-nel? Ja, a mentés visszatöltések miatt. A mentés visszatöltések miatt valószínűleg. 197%-os jelerősség. Na. Ja, oda nem megyünk. Oda nem megyünk. Kincsvadászat. Kermorán, Kermorán, Skellige, Novigrad. Ó! Kermoránbe vissza tudunk amúgy menni? Bármikor? Nem emlékszem. Hát mivel nincs ott fast travel-em, ezért valószínűleg nem. Vagy igen? Nem csak akkor, amikor visszamegyünk egy küldivel? Amikor visszamegyünk egy küldivel, jó. Oké, és akkor ez még odébb lesz. Jó, akkor az marad? Ja, először el kell érni a sztorit. Jó. Jó. Oké, akkor a kincsvadászatok megvannak. Gyűjtsd össze mind. Páncélkovács, igen, az... Ez olyan, hogy ez Skellige. Így van, ez Skellige. Forró nyomon. Ó. Oh. Na. Ezt fogjuk most csinálni. És ami küldit megcsináltam, ez a Witcher iskola 3 akármi volt. Pillanat, csak feljegyzem. Witcher macska iskola part 3. Jó. És akkor most a forró nyomot fogjuk csinálni, szerintem. Mert van itt egy ilyen szemet szemért is. Meg van itt ilyen, hogy mulató. Élethalál kérdése, azt is lehetne nyomni Trisznek a küldjét. Ha valami bűzlik Redániába, azt ugye nem fogjuk megcsinálni, mert hiába Novigrados küldi. Lehet ilyennel is beszélni. Ilyennek is oda lehet adni Filippának a megaszkópját. Ja, forró nyomon. Ha tippen nem kéne, a forró nyomon az a küldetés, aminek az lehet az angol neve, hogy following the thread. Ha tippen nem kéne. Na nézzük. Az az lesz. A Flash for Sale küldetés után kell csinálni. Azt csináltuk? Flash for... Ó! Jó. Tehát a Flash for Sale egy Skellige-i küldetés, ami után érdemes csinálni ezt a following
The Thread-et. Mert, hát most azt fogom mondani, hogy Lambert, ez egy Lambertes küldetéssel kapcsolatos. Aki tudja, hogy ki az, azt tudja, aki pedig nem, az pedig annak ez csak egy név lesz. Úgyhogy ezt a forró nyomot akkor nem fogjuk csinálni. Jó, a páncélkovácsot se tudjuk. Fekete gyöngyszem, na nézzük. Na. Már az előbb láttam valahol ezt a Black Pearl nevezetű küldit. Igen. Na, Black Pearl-ről azt írják, hogy ahhoz, hogy ezt a Black Pearl nevezetű küldetést megcsináljuk, ahhoz először Skellige-re át kell mennünk, mert amúgy nem fogjuk tudni befejezni ezt a küldit. Jó, akkor ebbe se kezdünk bele. Van itt ez a szemet szemért küldetés, ezt szerintem meg fogjuk tudni csinálni. A verseny a nagy Erasmus végelebád emlékfutamért, és az élet-halál kérdése, meg a mulató, ezeket biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Jó. Kérdés, hogy most elmegyünk versenyezni, és akkor utána még mindig dönthetek, hogy Rós ég felé akarok menni, vagy hogy hívják, vagy Triss, vagy esetleg Dandelion. Jó. Na, akkor a verseny, azt mindjárt nézzük is. Na és azt nézem amúgy, hogy erre a küldire se írnak semmi ilyesmit. Jó. Mert ezt fogjuk csinálni, ezt a versenyt. Beszélj a ceremónia mesterrel a Végelbát futammal kapcsolatban. A Végelbát család városon kívüli birtoka nem csupán szépséges őreiről és pazar lakomáiról volt nevezetes, hanem a lóversenyekről is, amit a família egy jeles őse, Erasmus tiszteletére rendeztek. Geralt, aki sok évet töltött nyerekben, úgy döntött, sorompóba áll, amiben a tekintélyes jutalom vonzereje is szerepet játszott. Na hát, nem is kell sokat menni, 2000 pata lépés. Lalaj, lalaj. Lalaj, lalaj. Lalaj, lalaj. Már csak 1500 lépés. Hú, de szép a játék. A GPS egy kicsit megbolondult. Ja, látom, tényleg az úton töltődik is a stamina.
Tök jó, amúgy. Lovagurak, tessenek már békit hagyni nekünk. Na, tessék. Nem kell nekünk a ti segítségetek. Jaj, ne. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nurse back to health, then sent her on her way. Azt gondolta, hogy most igen, végignézhetnénk ezt itt. Meg... hogy hívják? Meg nincs ezzel semmi gond, csak ennyivel kevesebb információnk lesz a... DLC-ről, mármint hogy így a DLC elején, hogy most akkor így mi is történt, és ha ezt most így kihagyom, akkor legalább frissebbek lesznek az emlékek. Aha, nekem még nem frissítettem a leírást, Little Card, de igen. A 980-on van és 2 terás, 980 Pro. Na, hát amúgy szépen beugrattam oda, ahova nem kellett volna. Laci, Laci! Ja, 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 hát addigra el fogom felejteni a dolgokat. Szinte biztos. Legalább ott meg tudnak kapaszkodni. Ez ugye most az a zóna, ahol Ciri-vel szaladgáltunk. De jó. Gyere. Hát persze, keszek feláll a táborra. Jaj. De örülök, hogy most kihagytuk azt a helyet. Hát az még megvan, hogy egy levelet olvastam a küldetéssel kapcsolatban, tehát azt még majd elő tudjuk kotorni. Jelenleg annyit csináltam a DLC-vel kapcsolatban, hogy egy levelet elolvastam, pontosabban nem is egy levelet, hanem egy felhívást elolvastam. De azt ugye újra el fogjuk tudni majd olvasni. Meg általában leveleket, azokat mellékelik a questhez, tehát azok ott lesznek benne. Talán. Mondjuk... főküldetésről van szó, szóval ott lehet, hogy nem lesz ott. Most amúgy megszivattam magam, és... aha. Go. Mert hogy erre már mentünk. Nem fogsz oda elvinni játék? Nem fogsz elvinni. Igen, igen, itt mentünk jobbra. Akkor most itt egyenesen megyünk. No. Na, még 800 léptem. Még 600.
Azt mondja az őr. Hé, mi a fasz? Meglátták, hogy Geralt kiugratott a susnyásból. Oksa, köszi szépen, Littaken. Valami olyasmi rémlik, hogy érdemes lefrissíteni, vagy nem is tudom, valami ilyes, ilyesmit olvastam. Jó, vele játszottunk, vele játszottunk. Ami egyébként zavaró most így, hogy másodjára játszom újra a játékot, hogy nagyon sok textúrát, mármint olyan textúrát, hogy nagyon sok kinézetet újra használtak. Tehát egy csomó ugyanúgy kinéző embert látok, és amikor már a negyedik ugyanúgy kinéző embert látom, az már egy kicsit zavaró. Elsőre nem zavart. Az igen, ezek hogy ide spawnoltak? Te vagy a híres riviai Geralt? Igen! Hello! Én figyelek, hogy hova lépek. No, hát akkor hátul kell oda felmenni. Nagyon dumálnak. Köszi amúgy, Littlekán. If you've coin for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. Na, mesélj még a versenyről. These races. Tell me about them. They run as per Erasmus Vagelbud's dying wish. A vagyonát szerencsejátékon nyert, és erre halála napjáig büszke volt. Family doesn't mind having a racetrack right by their house. But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Jó, ez a végakarata volt. They're as simple as Lord Erasmus was. Two competitors. Aki előbb ér körbe a pályán, az nyer. First to complete a lap around the track wins. Matt. I want this. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent... Seamus Holt Athos hátán. Seamus Holt astride Athos. Hat, öt, négy, három, kettő, egy. Múltkor vicces volt ilyen küldit csinálni, úgyhogy közben ott beszéltek mellettünk a questadók. Yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? Nagyon jó. Ja, kaptunk 160 koronát. Jó. Matt. Like to race again. Ja, 160 meg egy nyereg. Romer Vicomte Caniculus.
The Viscount races incognito. A Viscount inkognitóba versenyzik, ezért diszkréciót kell. Na nézzük, mit kaptunk. 40-es nyerket kaptunk. Please. Jogos, az első verseny volt. Ú, de szép. Te itt bebagoltattad az ellenfelet és el se tudott indulni. Na szép istong. Csak a bágolások. Milyen kedves amúgy ez a nemi, hogy bevár engem. Nem? Azt kéne még, hogy itt a végén beelőzöm. Dicsőség a Viktoroknak. Bravo, congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Erős nyeregtáska, Matt. Try again. Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Végelbad. Young Lord Albert's cousin. Succubus hátán. Ajaj, akkor azt nem nézzük. Sose vesztett futamot. Helyi bajnok. Persze, direkt esik az eső, srácok. Micsoda, a lóversenyes praktikáitok vannak? Na mindjárt akkor megnézem. Nem is figyeltem amúgy, hogy előrébb voltam. Szegény, nagyon durván lehajtuk az előbb. Congratulations, a grand victory. Nem volt ott senki? Ja, senki nem nézett minket.
Kiváló lovassági nyereg. Na, 200 pénzt is kaptunk. Ja, világos is, tényleg nincs itt senki. Na. Akkor ez most nagyon jó. Azta, hát megint valami hülyességet kaptunk. És még kis nyeregtáskát is kaptunk. Na, hopp, na, várjál csak. Ha kiválót kaptuk meg, akkor ez jobb, mint ami most van. Na végre, upgrade. De a nyeregtáska nem upgrade. Geralt of Rivia? Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here, brought you an invitation from the boss. Meghívó a főnöktől. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Witcher, hallottam a győzelmedről a Végelbát féle derbin. Ilyen tehetségnek nem lenne szabad kárba vesznie, sőt, fejlődnie kellene és gondoskodni arról, hogy fejlődjön. Bőséges jutalomban kell részesülnie. Ha akár a fejlődés, ha akár a jutalom lehetősége érdekel, gyere és keresd fel a szokott helyemen. Böh. A birtok? Aha. Ja, hogy ez a Végelbát birtok. Hát most már fölismerem. Hát most már fölismerem, hogy honnan... Néztem már mióta, hogy basszus, itt van egy nagy hely, és gőzöm sincs, hogy ez itt micsoda. De hát az egyik mellékküldetés az ide visz minket. Na. Beszélj Trancsirral a levélről. Gyorsan oda szaladunk. Szép volt, köszönk. Szép volt. 10/10 volt. Szia, VRB, PXTR, PXTXR 32, hello. István, neked miért van ilyen egyszerűen kiolvasható neved? Nagyon gáz. Jó, de a tiédet ki lehet olvasni, Zodián. Még így se tudják, hogy kell leejteni? Hát most miért? Hogy lehet máshogy ejteni az istogon? Ist OG? Tehát te akkor valami német származású ticsi uzálátsz. Ja, külföldiek. Mizu Zodiac, hogy halad a Diablo? Tehát, hogy ez a klasszikus. A csávó eddig állt az út szélén, és amikor meglátta, hogy jövök, akkor kijön elém. Ez klasszikus. Tudjátok, amikor nem jön mögöttetek senki, amikor kocsival vagytok, nem jön mögöttetek senki, de csak kihajtanak elétek, 20-szal, 30-szal. Hihetetlen. Hihetetlen.
Felúsztad magad? Na, hogyhogy. Zodiac. Na. Thanks for the invite. Congratulations. Quite the winner, the Vagal Buds. Luke's one hell of a prick, but I don't recall him ever losing before. And seeing as you outran him, you actually stand a chance at Palio. Make some real coin. Mi az a Palio? Palio? Never heard of it. Fuck me, what a peasant. The Palio versenyt éjszaka rendezik a Vers utcán. Used to be every district sponsored a competitor. Valaha minden egyed állított versenyzőt. You're gonna race jockeys put forward by Bedlam and Reuven, but my coin's on you. Ja, csak vízbe kell ezt a mistan. Nem, nem. Az atomgrádot csak pistékkel nyomtam, Zodiac. Hát fokozaton az immunitások, és sokszor olyan szinten immunisak, hogy képtelen vagyok kinyírni, ahogy mód. Értem. Szóval azt mondja, hogy olyan zsokékkal versenyzel, akiket Bolond Francis és Reuven állít ki, de ő ránk teszi a pénzét. Fine, I'll race. Lovely, color me thrilled. Egészen felizgattál. Prepare. Drink some chamomile or whatever the fuck you do. The Palio is above all a race of honor. The winner doesn't just win a reward. A győztes nem csak a díjat nyeri el, hanem a megbecsülésünket is. Ez a küldi már nem rémlett. Csumi! Kösz, hogy bevártok. Nagyon rendesek vagytok. Olyan szinten esik, hogy alig lehet hallani már vizé valamit is. Ja? Ott volt a vége. Give us a kiss, Geralt. No? Then I'll smooch that roach of yours. That were lovely. And my pay? Take it, you cheeky bastard. Never met a man who earned his coin fairer than you did today. Temple guard, scatter! We gotta get the fuck out of here. Ajaj, illegálkodtunk. 700 pénz, ahogy láttam, és verseny és szemellenző. Murderers!
Nyomjátok. Igen, lassítottunk egyet, és mindenki mögöttem volt. Gyorsítok akkor is. Nem lehet. Nem lehet őket nagyon lehagyni. Ó, sajnálom. Én várom már az Atomgrádnak a következő... majd a következő raidet a kódban. Az város. Na, mutatom nektek amúgy, hogy mit kaptunk. Keszel kapott egy versenynyerget. És ugyanolyan, mint a Nilfgaardi szemellenző. Annyi, hogy nehezebb. Tehát igazából egy upgrade-et kaptunk ebből a versenyben. Igen, mert itt nyomják az illegálkodásokat. Illegális verseny, azt itt a rendőrség. Na jól van. Nyomjátok csak, srácok, nyugodtan, nekünk kell egy Gwent-es küldi. Ott van. Menjünk arra. A Gwent-et szórakozásból játsszák, az pedig a... Csoda? A Gwent-et szórakozásból játsszák, az pedig a, akkor a legjobb. Ja, az pedig akkor a legjobb, ha jó társaságban mulatjuk az időt. A legjobb társaság pedig a régi és igaz barátok. Geralt megkereste át néhány régi társát egy-két party Gwent-re. Hát, ha sikerül elnyerni tőlük egy-egy erős lapot. Mindjárt megnézzük, hogy ez mi lehet. Mármint, hogy ki lehet Venon Roshon kívül. Aha. Az a helyzet. Elvileg... Nem könnyű Zoltánt rávenni arra, hogy játszon velünk játékot, nagyon függ attól, hogy hogyan válaszolunk a fő questbe. Basszus. És erről most szólnak. Most szólnak. Oké. Tehát, hogy nem tudsz verseny, tehát nem tudod kiívni, gwentezni Zoltánt, hogyha nem jól válaszolsz a főkvesztbe. Ok. Ja, persze, levertük Zoltán, csak hogy ez tök szívás lehet azoknak, akik így megcsinálnák az, hogy meglegyen minden lapjuk. Erre pocó. Jó. Deadly plot az csak később lesz. Ja, és akkor ez most mi? Akkor ez a... Nem tudom, hogy bepipálhatom-e. Ez a küldetésünk a régi haverok. De hát... Az az Old Pals nevezetű küldetés ezek szerint. Az Old Pals nevezetű küldetés... Ja, ott van a Rosh. Ott van a Rosh. És akkor lesz még ezen kívül, tehát hogy lehet, hogy meg fogjuk tudni csinálni ezt a questet, de... De lesz még valaki. Az a bizonyos Lambert, akiről beszéltem. Ő még ebbe a questbe lesz. Wow! Na, azt mondják itt az interneten, hogyha Vernonnal játszunk, akkor ő közvetlenül Lamberthez fog minket irányítani, de az a helyzet, hogy Lambertet meg mi nem fogjuk tudni elérni, mert hogy ő még csak később jön a játékba. Nem sokkal később, de később. És Rosh-nál kettő küldetés is van, ez az egyik, a másik pedig a szemet szemért. Ha jól emlékszem.
Ó. Azt nézem, hogy még vannak questek a táblázat alapján. Olyan hét mikor lesz, amikor csak Witcher lesz? Hú, azt nem úgy tudnám élvezni. Nem lesz olyan istong. Olyan akkor lehetett volna, bár akkor se teljesen, amikor ugye megjelent a Next Gen Update. Már nem merek bemenni városokba. Bedobhatnék mellé egy kis Witcher 1-et. Ja, ők itt vannak, jó. Az a gond, hogy Geralt most már tele van. El kellett volna adni a cuccokat. A novigradi luvnyák tényleg borotválják a csúnyájukat? Azt kérdezik. Hoppá. A... az mi? Az a bajszuk? Volna kedved egy parti Gwynthez? You play Gwent, Roach? Yes, but there's no one to play against here. If you've got a deck, pull it out. Good luck. Let's go. Északi királysággal nyomul, és 22 lapja van. Én jól vagyok, köszi szépen a kérdést. Ú, de rossz. Gyönyörű kéz, gyönyörű kéz. Hihetetlen, milyen bén alapokat kapunk, srácok. Na, ha te nyomsz egy ilyet, akkor én megnyomok egy ilyet. Tessék. Na, tudjátok, hogy most milyen? Persze lehet, hogy várattunk volna még. Nem akarok lerakni Yennefert. Lerakjuk ezt. Ezt úgy is vissza tudjuk hívni. Jobb esetben. Ja, én jövök.
Az igen, a John Nathalie-t, hogy leraktam. Nekem is vannak ám ilyen legendás lapok. Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa. Az igen, a katapult. Lehet, hogy bukjuk. Jó, nem bukjuk. Nem volt a legjobb kezünk, srácok. Congratulations. Here. You earned. Sesen Tessis. I've heard of a man came through Novigrad recently. Ő is Witcher? Lambertnek nevezik. Lambert, they call him. Old Lambert's a card sharp. V. Lambert nagy kártyás. Ez aztán érdekes. Then I have a mate who's come up from the south. He likes cards, a rather refined. Van címborája délről érkezik, szeret zsugázni. Wouldn't wait if I were you. Sesen Tessis. Ja, a haverja, aki jön majd, hát ő később lesz elérhető. T betűvel kezdődik a neve és errel végződik. Ha esélye nyílik rá, nyerjen egy egyedi lapot Lambert-től, azt mondja nekünk. Na, nézzük csak meg. Sesen Tessis. Igen, Tyler van a lolos. Gondolom ő Skoyatán, nem? Ott van. Azta. Wow. Az a jó. Én most nem... Tehát, hogy most én nem fogok ezzel a pakliba játszani. Csak bepakolom a tízeseket. Az komoly. Findaber. Findabert a kettőbe lehet ismerni? Vagy a Sesen Tessist? Aha. A Sesenten nézést, aha. Egy pillanat, srácok. Az a helyzet, hogy úgy emlékszem, hogy ez egy komolyabb küldi. Na, azt mondják, hogy ez a quest failolni fog, hogyha igen, tehát félelni fog ez a quest, hogyha nem teljesítjük még az egyik bizonyos quest előtt. És ez egy assassination-ös quest. És ez már egy fontos küldetés. Itt már az egyik endingemmel kapcsolatos küldetés is lesz, úgyhogy egy pillanat. Nem, az majd még odébb lesz, de azért megnéztem. Az Emperor Emires ending-et szeretném, hogy ugye Emir legyen az uralkodó, ő nyerje a háborút, és azt hittem, hogy ez is egy olyan küldi, mert hogy asszaszinációs küldetésekbe kell segítkezni, vagy éppen nem segítkezni.
Saskia-nak hívták a csajt, a sziszentenézist. Ez egy nagyon egyszerű küldetés. Na, ezt a questet sikeresen teljesíteni kell, hogyha azt szeretném, hogy egy későbbi küldetésnél Rósa segítségünkre legyen. És nem csak akárhogy kell teljesíteni ezt a questet. Jó. 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 Oké, akkor csinálhatjuk. Szemet szemért. Venóros komor hangulatba került Geralt és Radovid csak klubban folytatott beszélgetése után. Akkor nem akart elmondani mi szekte kedvét, ehelyett inkább meginvitálta a Witchert, hogy menjen el vele csevegni Oxenford közelében található rejtek helyére. Geralt of Rivia, safe and sound. Említetted, hogy van egy gondod. Mentioned you have a problem. It's Vess. She took a couple of lads across the river. A feketékre akar lecsapni Vess. Epres völgynél. Sounds about like what guerrilla fighters do. Yes. When they're ordered to. Whereas I forbade her from leaving camp. Indefinitely. Nem engedte meg Vessnek, hogy elmenjem. Nem bízol már Vessben? Don't trust Vess anymore. Bollocks. She's prepared to die for me. Ah, no, that's not the problem. Know what distinguishes a soldier from a common swashbuckler? The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer, just enlighten me. A tisztelet. Soldiers think tactically. Ja, azt hittem. They know when to strike. Azt hittem, hogy tisztelik a vezetőik döntéseit. Charge and when to hold. Vess finds this difficult. Elég lobbanékony Vess és forró fejű. Yet in guerrilla warfare, one false step and you're fucked. I confined her to the camp because I feared that sent out she'd go rabid and make a mistake. I was right. Na ki a Saskiának a faterja isten? Vasszé nekem nem mond majd sokat, mi? Why Mulberry Dale? Why'd Vess go there? The peasants from the village aided us earlier. The Nilfgaardians learned of this. Minden ötödik falusit felakasztanak a Nilfgaardiak, mert segítettek korábban Róséknak. Honestly, Vess's desire to save the villagers makes sense. What doesn't is your opposition to. Ja, spoileres? Akkor írd meg privátba. You can't save them all, it's that simple. Funny. Had you for an idealist. You were right to. Are right to. A szabad Temeria az ideája. Kész bármit feláldozni érte. Én mit tehetek? All right, so you've got a problem. Insubordination. What am I supposed to do about it? I doubt Vess has entered the village. More likely she and the boys lie in wait in the woods nearby. We must find her before she attacks and stop her. You're a good tracker. Help me. Számíthatsz rám. Count me in. Thanks, Geralt. I'll owe you a favor. Meet me in Velen beneath the Hanged Man's tree. It's just a short jaunt from there to Mulberry Dale. Witches, they can't catch the pox. In that run. Hát. Mit mondhatnénk, Istong? Ne spoilerezz a kettővel kapcsolatban. A chatten.
úgyis csak akarom majd nyomni. Bár valószínűleg, amit leírsz, úgyse fogom érteni. De az a biztos. Az a biztos, hogyha egyáltalán nem inkább. Ha már ennyiszer megkérdezed, hogy biztos ne, akkor biztos ne. Mert nyilván okkal kérdezed. De várjál, hogyha most mi... Ja, látom. Szóval mi... le akarunk menni Velenbe, de Oxenfurtot kikerüljük. Elég érdekes ez a GPS, tehát hogy ahelyett, hogy eljöttünk volna itt szépen át a mindenen, helyette elküld minket itt körbe. Végül is GPS, tehát a GPS tudja, hogy merre kell menni. Ha várjál, ez valami tud, amit mi nem. Aha, itt küld minket át. Jó. Take it easy. És itt át lehet menni? Jó, hát akkor végül is a GPS jól tudta, de ettől még a városba bemehettünk volna. Na hát, amúgy pont ezért bemehettünk volna a városba, mert itt elakadunk. Olyan szépen adják ki ezeket a hangokat, hogy biztos jó lehetett szinkronizálni. Azért nem tetszik amúgy nekem ez a döntés, mert itt a Nilfgaardiak ellen fogunk cselekedni, és eddig végig Nilfgaard mellett voltunk. Mindjárt megnézem még egyszer. A Witcher-esemre... Én nem vagyok az, úgyhogy... Átmegyek és megnézem. Wow. Aha. Oké. Hát nem tudom, hogy fogalmazzam meg azt, amit én most itt olvastam Emirrel kapcsolatban, hogy őt hogy lehet, hogy megnyerje a háborút.
Egy-két karakternek meg kell halnia, hogy ő nyerhessen. Miért ezt az NDG-t akarom? Mert azt még nem láttam. Igazából ennyi. Igazából ennyi. Azért arra gondoltam. Sőt, Ciri sem Witcher lesz, hanem ő lesz az Empress. Igen, látom, hogy mit kell csinálni. Jó. És mindezt úgy akarom megcsinálni, hogy minden küldit megcsinálunk, amint a lehető legtöbbet. It's the village below, black with Nilf guardians already. They're preparing to execute folk. No sign of Vess. She may be impetuous, but she's not stupid. She's waiting for her moment. Probably attack after dusk once. Shh. What now? A trio, lightly equipped, sneaking closer, over there near the. Death to the black ones! Hol áll a feketékre? Looks like we're too late. Nem tudunk menteni? Biztos nem. Azért nyomtam egy F5-öt. Elsődleges feladatunk, megmentsük West. Halál és dicsőség! Na! God damn it, Vess! Have you gone completely mental? You ignore my orders, go off on a suicide mission, and instead of donning a breastplate, you dash into battle shirt open. Kibontott Ingber az a csatába. És még a köldököd is kilátszódik. But I am your commander, and you will obey me. Guerrilla warfare. Warfare! It involves armies, for fuck's sake. I could not abandon them. They helped us. It's a soldier's job to kill, Vess, not save, not rescue. That is not to your liking. Join the Sisters of Melitele. Study to be a healer. Fucking hell. Give me your weapon. You'll get it back when you wise up. If you wise up. Move out! Vren. Vren. Oh, van egy fogoly. Na nézzük csak. Erre nem emlékszem.
Jó. Rajtunk múlik. Rajtunk maradt. Mert rajtunk múlik, hogy mi lesz. Uh-oh. Got yourselves a prisoner. We don't take prisoners. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did, and I can't believe it. He came here to murder civilians. He's seen us. Will you have him return to his camp and report? Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. Öld meg, Roach, nem akarok bajt. Igazából nem számít. Roach is right. Besides, killing a defenseless... What is it with you, Roach? Did the Witcher take your stones? They're sadists. He's the occupier. I will explain later. You, Nilfgaardian, piss off. Morentai. Nes dirmad ava. Go, before I change my mind. We should go before a patrol comes along. Thank you, Geralt. Ever need any help, you know where to find me. Tök jó. A szerzett tapasztalati pont 2. Azok, akik Roach parancsnoksága alatt szolgáltak, ritkán tagadták meg a parancsot. Ha viszont megtagadták, a fegyelmezés Roach helyettesére Vezre hárult. Aki megtapasztalta ennek a szűkszavú, de erőskezű katonának a büntetését, többé nem is gondolt függelemsértésre. Ez alkalommal azonban Vez elhagyta a szokásos hűsége, és fittyent hányva a Roach parancsaira, engedély nélkül elhagyta őrhelyét. A váratlan dilemmával szembesülve Vernon úgy döntött, a Witcher segítségét kéri. Ebresvölgy parasztjai korábban segítették Roach gerilláit, ezért Vez úgy döntött, most a segítségükre siet, a szükség óráján. Bár tudta, hogy reménytelen, szinte öngyilkos küldetés vár rá. Ha a Geralt és Roach nem jönnek a segítségére az utolsó pillanatban, Vez bizonyosan korai halált hal a Nilfgaardiak pengéjétől. Így azonban a császári csapatok vereséget szenvedtek, de a vezetőjüke megmenekült. Roach közbelépésének és Geralt támadásának köszönhetően. Vernon Roach komor hangulatba került Geralt és Radovid. Ja, ezt már olvastuk. Jó. Furcsa, hogy az elejét a questnek az aljára rakta. Igen, ez a vezetőt hagytuk életbe. Én se gondoltam volna. Imádom ezt a muzsikát, ami most szól. Mikor mi lesz? Nézd a menetrendet. Beállítjuk a cél a Skellige-t, mert el akarok menni a Vendorhoz és eladni a cuccokat. De még egy... Tehát az egyik mellékküldetés, ami... Hát mondjuk a Dandelion-osat lehet, hogy meg tudjuk csinálni. Az még lehet, hogy belefér így a végére.
Show me what you got. Show me what you got. Vajon hanyadik találat a YouTube-on a Yhanter és a Rainbow Six Siege-nél az, hogy abba hagyja a Rainbow Six Siege-et a Yhanter? Csak a kíváncsiság. Kíváncsiságból kérdezem. Semmi izé, írdatlan toxikusság, meg semmi ilyesmi. Csak úgy kíváncsi lennék. Az első? Konkrétan első találat? Durva. Yhanter Rainbow Six Siege-nél első találat? Az komoly. Ettől függetlenül a február 18-ai új szezon bejelentést azt figyelemmel fogom kísérni, illetve valószínűleg játszani fogok az új szezonnal is, kipróbálás jelleggel, de így kb. Ennyi. Nem tudom, hogy jártál-e már ott, amit kérdezni akarok. A lista nem segít ebben egyébként, Parfüm Collector. Még klipet is csináltál erről? Az könnyen lehet? Az könnyen lehet, Marci. Igen, mi a főtérre akarunk elmenni, és ott van valahol a Top Notch The Swords os csávó. Top Notch The Swords. Pedig itt van valahol a Top Notch The Swords, nem? Mondjuk hajnali 4 van. Akkor lehet, hogy nincs itt. Tessék. Ja, jól sejtettem, hogy ott van, csak hajnali 4 volt. Na. Ja, nem mondja már, hogy Top Notch Swords. Show me what you have in stock. Vadfalk a harcosának bárgya. Ezt onnan szereztük, hogy megcsináltuk ezt az An Eye for an Eye küldetést, és ott lehet amúgy ezt megtalálni. Vesz valamelyik emberénél lesz ez a bárd. Durva. Jó. Ó, azt lehet, nem kellett volna eladni, na mindegy. Nem olyan fontos, hogy most visszatöltsem emiatt. Hűha. Nem nagyon szabadult fel hely.
valami nagyon sokat foglal nálunk. A Nilfgaardi szemelező az biztos, hogy nem adjuk el, a nyereg is marad. Lehet, hogy a nyersanyagnál amúgy valami. Na, királyság. Na, nézzük csak. Van nálunk régi birkabőr, hatot nyom a régi medve is, ötöt a törött gebje, ötöt a farkasbőr, gyertyatartóból is van egy csomó. Bandalúr vajkés 3 kiló. Ja. Igen, ezeket érdemes szétszedni. Díszes kard. Jó van. So long. Na, klassz. Igen, kerti szerszámgyűjteményünk van. Na, azt mondja, hogy másodlagos küldi. Az élet-halál kérdése az amúgy tök jó. Ja, ezt ugye nem tudjuk elkezdeni, tehát hogy... Hát igen, azt mondja, hogy menj el Kermorenbe. Milyen kedves ez egy... Sőt, azt mondja a játék, haver. Menj már légy szíves a térképen kívülre. Hopp, most el tudtam vinni az egeret. Ja, csak oda kell elmenni? Akkor jó. Valaki a bélyeget gyűjti, valaki meg a vajkést, igen. Na, tehát... forró nyomon. Azt megbeszéltük, hogy azt nem. Páncélgolást nem tudjuk. Gyűjtsd össze mind, azt mindjárt megnézzük, és a mulató. Ja. Egy pillanat, srácok. Na, azt nézzétek. Kermorenbe egy lafár, Vizima királyvárba egy lafár, Novigrádba kettő, és Velembe három. Neked kártyanaptár gyűjteményed van. Hoppácska. Hoppácska esetben. Na egy pillanat, és megnézem, hogy ezzel mi a helyzet. Szerintem... Na ez a kabaré lesz. Na. Azt mondja nekünk a leírás, mielőtt még befejeznénk a kabaré nevezetű küldetést, mindenféleképpen beszéljünk Dandelionnel, miután Polival már beszéltünk. Jó. Na, azt is mondják ennél a questnél, hogyha kikapcsolod az upscale-t, akkor... valakit könnyebben meg fogsz tudni alázni. Végre szabad voltam, és sosem éreztem még a szabadság nektárját ilyen édesnek. Akármilyen gyorsan is kortyoltam, nem tudtam eleget inni belőle. Minden ébren töltött órámat, sőt néhányat az alvás időből is, lázas tevékenységgel töltöttem. Oly sok tennivaló volt, és oly kevés időre. Mint hogy a Witcher is igaz, és megbízható barátnak bizonyult újra és újra. A segítségét kértem, és ő beleegyezett, hogy segít. Azt én is várom a Witcher 1 remake-et. Főleg mivel a Witcher 3 már egy régi játék. Kvázi már egy régi játék. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak kihozni a remake-kel. Micsoda? A Witcher 1 remake a 4 után jön majd.
Akkor jó. Ha ez így van, akkor jó. Pont ennél a küldinél tartasz? Na várjunk. Mi van a kezünkben? Srácok, hát a kardok voltak a kezünkben. A top notch the swords-ok. Fejlesztő mondta, hogy a négy után, ó, szomorú. Na, betesszük a Tigert. Na, most már lesz egy kis helyünk. Nálunk ami fontos, az a ködány trófea, bár akár lehet szukubusz is. Na. Hol legyen a szukubusz. Volt ez az egész. Arcot köpönti, és ha nem is szó szerint, kurva pecérnek és szellemtelen fűzfa poétának nevezett. Mindig arról álmodott, hogy saját mulatója legyen. Pénz kell neki. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Miért mulatom? Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? A dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. Nem jó, ha én adok kölcsön. How much do you need? Maybe I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to... Pénzes Geralt megszólal, ugye? Az uzsorás Geralt megszólal. Leggyorsabban úgy veszítetsz el egy barátot, hogyha kölcsönt adsz neki. De egy szívesség az teljesen más. Sopronival járt. Has a merchant for a father, importer of spices from Zarakania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Na, Sopronia ismerősen cseng. Ami volt, aki szó nélkül faképnél hagytál? Stepped out for a bottle of wine, never to return. You know, I bought that wine for a reason. A long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need... Szüksége van Dandelionnek a tekintélyünkre. No matter what you might think. És hol jövök én a képben? Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Irina, one of her props. You know, the kind that... Kell egy tompa kard, egy kellék.
Then meet me outside Sophronia's house. És te mit csinálsz? Let's say I agree and go see Madame Irina. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Jó. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get okay. The sword from Madame Irina and meet me outside Sophronia's at sunset. Jó. What's he schemed up this time? Na. Nem használunk eszeget, mert mindjárt ott leszünk. Bam, bam, bam. De és hogyha én ott akarok átugrani? Nem enged át. Pedig én ott akartam átmenni. Te és Dudu jól ismeritek egymást? Fontos kérdés, ugye releváns. Dudu always had a penchant for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes. Bárhányszor vált alakot, mindig a felszínre tör benne a jó. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins. He played them so poorly. That must be why. Whereas he always made for an excellent. Megbízható szolgált és az öreg király szellemét mindig jól alakította. Kellene egy kellék. Need to borrow one of your props, one of the swords you use for stage battles. Az mire kell neked? Elfogyott a zuborka. Bízom bele, hogy te nem akarsz szívni velem. Hogy néz ki egy Doppler alapból, amikor nem utánoz senki? Nem tudom, ők is emberek, nem? Pam para pam 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 para pam. Aha, a kökörcsin dendeleljön, igen, igen. Ő a Jussát várja a vaják énekesem. Alkonyat után. Tessék. Reliktek és nem emberek. Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia imádja a kalandos romantikus regényeket, hős látnék a szemébe, ha megmentetném egy banditától. A tenyeremből fog enni, és tuti nem tagadja meg a kölcsönt. Tudtam, hogy rögtön látod a lényeget. Ki van zárva? Ez a terved? Szia, Kulers! Never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. Már meg is írta a szöveget. Hogy mit kell mondanom az előadás alatt? Mizu Kulers, vedd fel az állarcot. Stop right there. Állj meg ott. Mi az? Segítség, mentsetek meg! Add ide az erszényed! Reszkes, lenszőke hajadon! Hajolj meg a tolvajok hercege előtt! Ne olyan hevesen!
Dobd el a kardot, gazember! Ez az első és utolsó figyelmeztetésem! Dandelion! Én vagyok, de a város söpredéke csak úgy ismer a Karmazsin bosszúálló. Inkább Karmazsin seggfej. Ne! Csak a Karmazsin bosszúállót ne! Csendet féreg! Megbánod még a napot, amikor megszülettél? Uff! Félek, hogy megölöm, hogyha rácsapok egyet. Jobb vagy, mint gondoltam. Nem állunk jól. Jaj. Úristen. A Karmazsin bosszúálló ismét győzedelmes. Én ősöm. Jól vagy? Egy csapás eltalált újabb sepél gyűjteményemben. Gyere, majd bekötözlek. Takarodj a jeles úton álló, vagy a Karmazsin bosszúálló félholtra ver. Ja, én nem tudom. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ezt a tompa kardot kikapta Dandelion vagy én. De lehet, hogy kettő tompa kardot hoztunk el. Megy a gamer és pereg a Stick of Truth. Elfogadtam egy melót, szóval sajnos van munkám. Helyes, akkor jöhetnek a subgiftek majd. Na, ennek örülök, Coolers. Ennek örülök. Én kaptam be, komolyan. Majd, hogy nekem rakták be. Jó, szóval, hogy én kaptam meg, jó. Na, szóval, igen, ezt kerestem, ezt a szót. Esküszöm, ez most nem direkt volt. Szóval reggel kell találkoznunk. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed. Túl korán értél ide? So we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now. Dolgozik a pénzen, Dandelion. Dolgozik. So will you finally decide what style you want for this interior? Miért engem kérdezel? Why are you asking me? Well, the lovely lady. Kedves hölgynek úgy tűnik nehezére esik a döntés. And Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theater decor. Szia, Taki, köszi, hogy itt voltál. Jó mókát. Lennél szíves dönteni, mielőtt eldurran az agyam? Geralter, régebb óta ismered, mondj valamit. Tehát Priscilla random dönt, Dandelion pedig jobban örül, hogyha teátrális. Teátrikál, az melyik lehet? Ez a színházi lesz, nem? Tehát a mulató egyfajta színház, a dekor is legyen színházi. Jó. A boudoir stílus, gőzöm sincs, hogy mi ez a boudoir stílus. Szóval, hogy mehet ez. You're both stage artists. A mulató pedig egyfajta színház, a környezetnek is ez kell tükröznie. Igazából semmi jelentése, hogy mit választasz, csak Dandelion egy szóba, tehát egy sorba jobban fog fogalmazni ennyi. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. Rere Belfegor. Take action, and so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him,
Dandelion approaches life very rationally. Dandelion észszerű, nem hinném. Én is így vélem. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. Not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion just knows how to enjoy life. It's a good thing. Dandelion can also be responsible. Dandelion tud felelős is lenni. Sose hagyott ki előadást, és mindenkinek időbe fizet. Elmegy a Polihoz, a koreográfusunkhoz. Mert kihagyta az utóbbi néhány próbát. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Na. Meg kell keresnünk Dandelion-t. Mit is néztem amúgy? Azt néztem, igen, hogy itt egy extra sort tudunk kapni majd. Jó. Oh! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh! 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 Póli, minden rendben, nyisd ki! Ameddig lesz stream, eddig a questig. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't. A mafla fiúja nem engedi, hogy neki dolgozzon, Polly. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? Priscilla aggódni kezdett, értem. Olyan édes. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going segítenünk on kell Polinak. Miért jut a gyönyörű nőknek végül mindig egy ilyen pöcs? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait. Do we have to destroy her house? Muszáj tönkretenni a házat. Tart itt valahol egy pótkulcsot. Honnan tudsz a pótkulcsra? Would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, you'd visit her often. I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary in Time. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your. I never mix. Sose kevertem az üzletet és a gyönyört. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Jaj. Fine. Let's find the key. Not here. Menj már innen. Not here. Ott sincs. Ott. Megvan. The key. Na nézzük. Watch it and leave the woman alone. What the? She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her. Nem hagyom, hogy egy bordélyba riszelje a seggét. Slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Shut off or I'll split your skull. Ha verést akarsz, megkaphatod. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're művelt vagy és nyitott. Nagyon olyannak tűnik a csávó. Nem ezt mondta. Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved.
You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what amit a kezedbe tartasz, az egy régi plakát. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let sose adna helyt erkölcstelenségnek a mulatójába, mert a hírneve eleve kizárja az ilyesmit. Your betrothed is a first első osztályú művész. Ő lenne a koreográfusom. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say? Értettem, hogy mit mondtál, pénz? Hírnév és pénz? Jó, ezt értem, akkor hadd menjen, Polly. Tehát nincs Risa, van pénz és van hírnév. Akkor ez jó. Ez jó. Milyen lengén öltözik ez a csaj is. Gyorsabb lett volna a rám, hogy jól kezelted. Igen, kezes bárány lett, miután műveltnek neveztem. The key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back. I've still got to stop by Rotlix. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. Ki ez a Rotlix és mi van a plakátokkal? Never heard of him? Harry Rotlink a híres portréfestő. Commissioned a portrait artist to paint your placards. Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. Jó. I'll go see Rotlink. You head back to the Rosemary. Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Na, Eskal. Na, elvileg... Hát én most nem tudom, mire gondol. Mielőtt még befejezném a küldit, és miután már megszereztük Polit, beszélnünk kell vele. Nem tudom, hogy melyik az a plusz. Ran into Molly. She says hello. Molly? Melyik Molly? Molly? One you promised to show your butterfly collection to. Ah, yes. Now I remember. Butterfly collection? You of all people could stand to be a little more inventive. Molly didn't need inventive. She needed attentive. Average run-of-the-mill girl. Nem tudom, ki ez a Molly már az helyzet. Notice her shoes, let her chat about them a bit. And she'd turn into a wellspring of passion. Hogy jutott el egy fogadóhoz? Tell me, how do you wind up owning this establishment? You'll never believe Alonzo Villitől, az öreg kurafitól örököltem. Hoppá. Your son senior himself. You're right, I don't believe it. Alonzo ruled the local underworld with an iron fist. A lelkemény igazi vadromantikus volt. Romantic, pure as they come. This place is one of the reasons his sons. Ezért nem rajong a fia érte. A kölyök a Bordeinak szerette volna. But the Rosemary went to me, and I plan to turn it into the most elegant venue in town. Művészet és a kultúra templomává akarja tenni. Hogy találkoztál Priscillával? How do you and Priscilla meet? Herevard herceg udvarába történt. Ők vívták a döntőt. Nem emlékszik, hogy ki nyert, tehát akkor valószínűleg Priscilla. Így van. Megakadt rajta a szeme, és ezért hagyta nyerni. Igen, Herevard a neve. Találtam egy gyűrűt. Thanks so much. Thought I'd lost it. Got it from Priscilla, you know. Nice gift. She swore it had always brought. Ugye ez az, amit. Of course, I landed in that dungeon soon after she gave it to me. Oh well.
Ez az a gyűrű, amit menet közben, miközben szöktette éppen egy Nilfgaardi őr, mármint hogy itt vitte a lován, aközben ejtett el, és mi megtaláltuk. Akarsz egy portrét Hemelfárt főpapról? Ugye ezt mi betettük a chestünkbe, tehát ez nem lesz nálunk, de mégis oda tudjuk neki adni, tehát így duplikáljuk úgymond a képet. Got a portrait of Hierarch Hemelfart I'm willing to part with. Want it? Yes, those halfling painters. This one of theirs? Wonderful. I put this up for the first time. It'll make those temple guard inspections so much easier. Na, tök jó. Kész. De nem tudom, mi lehet ez a plusz. Azt mondja, hogy akkor kell velük beszélni, akkor kell beszélnem. Mielőtt még befejezném a questet a plakátokkal. Na gyere csak vissza még egyszer. Ha próbáljak meg beszélni veled. Got a minute. For you, my friend, always. Jó. See you, Dandelion. Mindegy. Aki nyalja a segget holnap, beleharap. Ezek a középkori népek itt nagyon vágták a dolgokat. Bölcsmondás. Van alapja. Looking for Rodlick. You ain't alone. Damn halflings in a rohadt félszerzet a fél városnak tartozik. Nem jut mindenkinek, szóval kopj le. Na, azt mondja, hogy igen, itt vagyunk. Jó. Mindegy, hogy mit mondok nekik. Csak a plakátért jöttem. Süket vagy, nem mondod, hogy mit mondok? Ez itt mind az enyém. Na, Fonesco, köszi szépen a 3 hónapot. Srácok. Aha. Ez jó. Szóval peregenek srácok a szövegek Dafonescónak. Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no plowing placards. Itt nincs plakát, azt mondja. And Rodlick, where's he? És hol van Rodlick? A Végelbád birtokon. Losing his last crowns at the races. See, wasn't that easy. Could have said so right away. Jó. Köszi srácok a pergetéseket, köszi szépen. Szóval itt mindegy, hogy hogy döntünk, mindenféleképpen verekedés a vége. Gratulál az újabb badge-ethez. Ismét egy gyors rendrakás, ha már itt járunk. Milyen jó, a Végelbád birtokra kell elmenni. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Hát srácok, most fast travelözünk azért, mert már túlmentünk. Már elmúlt 5 óra.
Egyszer, amikor elkezdtem beszélni egy NPC-vel, a másik elkezdett bágolni össze-vissza pattogott, a végén pedig tépozva elment. Nekem ilyenek nem nagyon voltak, srácok, hál' Isten. Dafonesco, köszi szépen az ajándékodat. Köszi szépen, hogy Ervior második hónapját ezzel lehetővé tetted. Igazán rendes tőlem. Srácok, ispételten peregjenek a szövegek. Mind Erviornak, mind Dafonesconek egyaránt. Hú, nagyon furán megy most Keszeg. És még vágtatni se tudunk. Na, kellett itt a bugról beszélni is, kacok. Na jó, leszállok róla. Itt hagyjuk ezt a bugos Keszegen. Látjátok, ezért nem fast travelözünk. Komoly summával vagy mínuszba, de emiatt nem hátrálsz meg, ugye? Művész, festős, adós és művészetem mártírja. Dandelion sent me. Oh yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet alas, I cannot fetch them. Csapat dühös hitelező megszállta a házamat. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. Fogadnia kell egy futamra. Ki ez a Louverton gróf? Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. Salm herceg legifjabb fia. Salm of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. Miért ez az aggodalom? What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Én csak a plakátokat akarom. Na. Dandelion meg kell legyen a plakátjai nélkül. Jó. Megnyerem neked a versenyt. Ilyen nagy lelkű vagyok, srácok. Na, azt csináljuk, rám fogad, és nem nyerünk. Go tell the count you accept his offer. Faster. Nem tud vágtatni a lovam. Akkor jó. Mondj, igazából nyomadnám az Alt-F4-et, mert hogy ez már nem lesz jó. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Na. Mindjárt folytatjuk, srácok. Na már csak 28-as achievement hiányzik, hogy 100% legyen a game. Aj, mondjuk de, ez még jól állt. Jól állt ez a mentés. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Well, well, another freak. Adtunk neki egy kis előnyt. Van olyan, miért Xbox-os gombokat ír ki a játék, de hát azzal ne foglalkozzunk.
Itt van Keszeg, ahol hagytuk. Láttátok? Az az előző Keszegen volt, fehéren. Az út közepén. Let's just say I like to do a good deed from time. Csak máshogy nézett ki. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Na, kaptunk 80 koronát. Meg kaptunk egy nyerget is. Már sokadikat. Ilyen csúnya rút teleportálásokat hajtunk végre. Especially the imádja a fali díszeket. What about Rotlick? Ez az a mondat, ami miatt nem a Budóát választottuk. Mi van a koreográfiával? What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's mert és megregulázta a lányokat. Mielőtt annyit mondhattam volna, hogy bugyogó. Többé már nem Rosmaring és kakuk fű. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret. Apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. Mikor lesz a megnyitó? So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Á, nem lesz platinázás, mert ahhoz Deathmatch nehézségen kellett volna kezdenem. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? Nem emlékszem, azt mondta kövér vagy és büdös. Uh-huh. She said you've gained some weight and that you should bathe more often. Very funny, Geralt. Shove it. Well, well. Never thought I'd live to see the day. Dandelion living in monogamy. I've always been monogamous. Well, near enough. I just changed muses often. Priscilla, another one for your collection? No, she's its crowning glory. Streamen szenvedős lett volna, ha látfutam elején. How do you manage to get the loan from Sophronia? Wasn't easy. 4 órán át olvasott a csajnak, Sophroniának, akitől megmentett minket. You mean you didn't? Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time away. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man! She's badly, Megtámadták! They took her to Volmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please.
Of course. Let's go. Gods. Priscilla. Is she gonna live? Életben marad. Az állapota kritikus. Úristen! Én erre már nem is emlékeztem. Hogy néz már ki Priscilla? Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Maró folyadék lenyelésére kényszerítette. Acoustic fluid. Agyrázkódás. Koppanyaőri nyomásfokozódás, bemetszés a gégefőn. Szegény. Ki tette ezt velem? That I do not know. I do, however, nem ez az elkövető első áldozata. Mert hogy nem ő az első elkövető első áldozata. Mert már látott ilyen sebeket. In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent. Itt csak az ártatlanok jutnak mágiára a Novigradban. I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Megvan az előző áldozat holtteste. Még nincs felboncolva. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Veszélybe sodrod magad. Great analogy, but this tumor is not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well. Tud vigyázni magára. I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. Az orvos tudja, hogy mit csinál, és segíteni szeretne. Bejuthatok a holázba? Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Később csatlakozom. No. Need to tend to something first. Így van. We shall meet by the Kingfisher. I'll await you there. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemelfart himself. Thanks. Világi bűnök. Na hát, srácok, innen fogjuk folytatni majd legközelebb a streamet. Tehát amíg el kell intéznem valamit előttem. Hát, az egy kis pihenés, egy jó pár óra pihenés. De, nagyon jól haladtunk, srácok. A kincskeresős küldikkel megcsináltuk a hátramaradt vicseres megbízást is. Azt a 33-as szintűt, úgyhogy annak külön örülök. És mit látjátok, már az utolsó mellékküldiket csináljuk. Úgyhogy Novigrád környékén elvileg már nincs sok hátra. De ahogy én látom, még egy stream, talán még kettő mellékküldizéssel fog eltelni. És utána irány Skellige, az város, az nagyon város, végre haladhatunk akkor majd a
főküldivel úgy igazán. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a vicserezés. Ez egy vicseres nap volt, úgyhogy aki itt tudott lenni az élőadások alatt, az most ezt nagyon kiváltképp tudta élvezni.